Ünnepélyes keretek között átadták az Ipoly folyó következő hídját, a Szent Borbála hidat, amely a 40. átkelési pont lett Szlovákia és Magyarország között. A nemzeti színű szalagok átvágásával hivatalosan is megnyitották az új 50 méteres Szent Borbála hidat Ipoly hídvég és Drégely Palánk között. A két települést összekötő út az egynyílású vasbeton pályalemezzel merevített, két főtartós acélívhídon keresztezi a magyar-szlovák államhatárt. Szlovák oldalon mintegy 500 méternyi, magyar oldalon mintegy kilométernyi útépítés ment végbe sikeresen, és létrejött ez a majdnem 50 méter hosszúságú híd. Ez a beruházás majd 3 milliárd forintos értéket képvisel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ünnepségen arról beszélt, a magyar kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy újabb átkelési pontok létesüljenek a két ország határán. Azokat az együttműködési pontokat keressük, amelyek egyértelműen jók mindenkinek, jók mindkét országnak, jók mindkét nemzetnek. És hiszük azt, hogy ami jó mindkét országnak és mindkét nemzetnek, az erősebbé is tesz minket, különösen így van ez Szlovákiával, azzal az országgal, amellyel a hét szomszédunk közül a leghosszabb a közös határunk, ahogy miniszter úr volt kedves azt mondani, 654 kilométer. A szlovák parlament elnöke az átadón úgy fogalmazott, a híd nem csak a két települést, hanem a két országot is összeköti. Tento most nespája len obce Ipelské predmostie. Ez a híd nem csak a két települést, Ipoly hídvéget és Drégely Palánkot köti össze, és a benne élő közösségeket, de Szlovákiát és Magyarországot is összeköti, ami kifejezi a mi jó szomszédi kapcsolatainkat is, mondta a szlovák házelnök. Tavaly Szlovákia volt Magyarország második legfőbb kereskedelmi partnere, a két ország 15 milliárd eurónyi forgalmat bonyolított le. A szlovák beruházási miniszter Ipoly hídvégen a további közös beruházások fontosságát hangsúlyozta, amire a közeljövőben mintegy 160 millió euró áll rendelkezésre. 16-ról 40-re emelkedett az átkelési pontok száma a két ország között. Ez egy tiszteletreméltó szám, és bízom benne, hogy a kapcsolatok nem csak fizikai értelemben, ilyen hídak által valósulnak majd meg, hanem számos további együttműködésben is, hangsúlyozta a szlovák beruházási miniszter. Az Ipoly hídak hozzájárulnak a térség gazdaságának növekedéséhez, a legnagyobb segítséget azonban a Magyarországon munkát vállaló több száz szlovák állampolgár számára jelentik, akik a határhoz közeli gyárakban dolgoznak. Ők naponta akár egy órányi ingázást is megspórolhatnak.